Kezdődik az egyenes beszéd, jó estét kívánok, és kapcsolunk már is Kijevbe, Jászberényi Sándorhoz, a 24.hu haditudósítójához. Szervusz Sándor! Jó estét! Ugye napközben arról hallottunk, hogy az orosz hadsereg be akarja keríteni a várost. Ez a gyűrű mennyire zárult közbe mostanra Kijev körül? 20 és 25 kilométer környékén vannak Kijev körül az orosz csapatok. Heves harcok vannak a külvárosban, tehát egyre távolabb. Növekszik a rakétatámadások száma a mai nap folyamán, tehát gyakorlatilag exponenciálisan növekszik, egyre több. Az ukrán légvédelem végzi a dolgát, tehát a legtöbb rakéta az elhárításra kerül a levegőben, de a kapacitásaik végesek. Komoly aggodalom adok ott az, hogy úgy tűnik, hogy napokon belül megindul egy teljes átfogó légitámadása a városnak, és hát nem tudjuk, hogy pontosan mikor fog megkezdődni a támadás, de gyakorlatilag a város kiéheztetése még szintén napirenden van. Az a forgatókönyv érvényesül valószínűleg, ami Mariupolban érvényesül jelenleg, elvágják a lakosságot az áramtól, a víztől. Gyakorlatilag ugye, ahogyan a kijevi főpolgármesterre fogalmazott, katasztrofális állapotok uralkodnak, logisztika leállt, a boltok polcain nincs élelmiszer, kilométeres sorokának a gyógyszerfelrak a benzinkutak előtt. Sándor, bocsánat, hogy közben nem tudom, hogy ezt mennyire tudod. Tegnap a tárgyaláson, ugye az ukrán és az orosz fél között volt egy megállapodás a tekintetben, hogy korridorokat, ilyen humanitárius folyosókat alakítanak ki, hogy civilek el tudjanak menni, illetve élelmiszer, gyógyszer, vagy bármi be tudjon jutni a harcok dúlt a városokba. Hát Kijev ilyen város. Tarjáni Péter azt mondta itt tegnap nekem, hogy hát ez egy dolog, hogy ebben megállapodtak, de hogy ez vajon megvalósul. Te tudsz erről, hogy ez kezdődött ilyen városban? Nem tudunk ilyenről, eleve arról tudunk, hogy több újságíró forgatócsoportnak a kocsiját szétlőtték, újságírók sebesültek meg, úgyhogy elhagyták az ellenőrző pontokat. Nem tudja senki azt, hogy ezt majd diverzáns orosz csapatok csináltak, vagy félreértésből az ukrán önvédelmi erők. Nem biztonságos Kijev. Te hol vagy, Sándor? Te elmondod a nézőknek azt, hogy egy napod most hogy néz ki? Te hol vagy napközben, és mit csinálsz? Én a Majdan téren lakom egy hotelben. Ez az egyetlen szerintem civil épület jelenleg a Majdan téren, a többi az gyakorlatilag már katonai objektum, beleértve a Hotel Ukrajn, ami szemben van velünk. Az én napom úgy néz ki, hogy megpróbálunk együtt mozogni a nemzetközi kollégákkal, illetve ugye én 2014 óta tudósítok az ukrajnai krízisről, a majdani forradalom óta itt vagyok. Ezért eddig van egy közeli kapcsolatom azokkal, akik a fronton harcolnak. Gyakorlatilag próbáljuk az emberi arcát mutatni ennek a háborúnak, illetve azt, hogy a háború hogyan alakul. Nem könnyű, mert hogy kiszámíthatatlan az egész. Gyakorlatilag folyamatosan vonalban vagyunk. Én most pont a fronton lévő mentősökkel beszéltem, az önkéntes mentősökkel, valószínűleg holnap el tudunk velük menni a frontra arról írni, hogy hogyan néz ki egészen még Kijev külvárosában a helyzet, vagy ott, ahol már konkrétan elsősegély nyújtásra van szükség. Egy háború kiszámíthatatlan, egy háború káosz. Azt csináljuk, amit tudunk csinálni éppen. Gyakorlatilag ez a hír, hogy szétlőtték az újságírók, tehát kollégáknak a kocsijait, ez eléggé nehézé teszi a mozgást. Nyilván a borzasztó az, hogy minden nappal növekszik a stressz, tehát hogy egyre nehezebben tud az ember higgadni és racionálisan gondolkozni, hogy kulcsfontosabb egy ilyen helyzetben. Azt gondolom, hogy mi most itt maradunk, ameddig ez a krízis deeszkalálódik, aminek nem látom nagyon nyomát az elkövetkező hetekben, abban nem hiszek, és nem gondolom azt, hogy itt léteznének valódi olyan koridorok, amik ki lehet menni. Tehát most beszéltem az önkéntes ukrán katonával, aki egyébként egy nemzetközi jogász, aki azt mondta, hogy az az út, amin mi bejöttünk, az már szét van lőve, az már használhatatlan. És mi 19 órán keresztül utaztunk ki ebbe. Sándor, köszönjük neked a beszámolót, vigyázzatok magatokra, köszönjük. Folytatjuk itt a stúdióban, itt van velem szemben Szenes Zoltán, volt vezérkari főnök, az NKL professzor, a Hadtudományi Társaság elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! De ahogy hallottuk, Sándort nagyjából bekerítette az orosz haderő Kijevet, azért mondom, hogy nagyjából, mert még mindig nem teljesen, és még mindig
Várnak valamire? Miért nem rohanja le Kijevet ezzel a konvojjal a Putyin? Hát nyilván kell, hogy végső parancs az ostromra. Jelenleg az történik, hogy körbefolyják a várost, és közelednek a város maga az a központ felé, vagy a város felé, ugye tulajdonképpen ez a külső területek. Délen lezárták az irányt, ugye ez korábban nyitott volt. Ugye halljuk a magyar hírekből is, hogy ma már nem jönnek vonatok Kijevből menekültekkel, és nyilvánvaló, hogy mennek a tárgyalások, vagy próbálják a fegyverszünettel kapcsolatos tárgyalásokat erősíteni, vagy megerősíteni, de igazából el kell dönteni előbb-utóbb, hogy elindítják az ostromot, vagy nem. És az ostromot, előbb-utóbb, bocsánat, az lehet holnap után. Ez mi múlik? Mit mond a főparancsnok, tehát mit mond az orosz elnök. Tehát nyilván ilyenkor rengeteg tényezőt figyelembe vesznek, amikor a katonailag megbízható fölény és sikerrel kecsegtető helyzet van, akik azt mondják, hogy ők készen állnak, és hát ők ezzel a politika eldönti, hogy mikor induljon, van egy orosz, ez a csé, ez egy támadási időző, mikor legyen. Ugye eltelt 9 nap, Putyin tegnap nyilatkozott egy videóban, és azt mondta, hogy minden az ő tervei szerint halad. Nagyon sok szakértő azt mondja, hogy ez egyáltalán nem így van, mert meglepte az ukrán ellenállás. Viszont vannak olyan hírek is, egy katonai dokumentumot is az ukránok nyilvánosságra hoztak, hogy 15 napra tervezte a háborút Vlagyimir Putyin. Hát azért az még odébb van. Ön mit lát ebből az elmúlt 9 napból? Hát ugye az első 2 nap az a mesterterv az volt, hogy első nap nagy pontosságú fegyverekkel, rakétákkal, tüzéséggel pusztították a katonai infrastruktúrát, vezetés, irányítás, légvédelem, radarrendszer, stb. Tulajdonképpen az első nap az ukrán hadsereg nem volt ellenállása. A másik napban a fő esemény az volt, hogy megpróbálták Zelenszkij elnököt, környezetét elfogni vagy megölni. És ugye az orosz különleges erők, meg a csecsenek többségében még ukrán egyenre beszivárogtak a városba, és harcok voltak. De gondolom, információt kaptok, erről beszélt egyébként maga az ukrán elnök is, hogy ő egyes számú célpont. És nem sikerült ugye ezt az akciót végrehajtani, és ettől kezdve ez a gyors háborús elképzelés, ez hamvá bomlott. Utána volt 2 nap úgynevezett hadműveleti szünet, be kellett hozni a nehéz erőket, és akkor 2 nap után elindult a szisztematikus. Ugye 4 fronton, északon Kijev fele, északkeleten, ugye az északkeleti megyék, ugye Harkov központtal, keleten ugye a 2 szakadár köztársaság, az ott lévő ukrán erők, délről pedig a teljes azovi-tengeri partvonal. És elindultak a városharcok. Tehát most azt lehet látni, hogy az oroszok teret nyertek, plusz erőket hoztak be, második lépcsőt központi katonai körzetből. Ugye nem tudjuk, mennyi erő van, mennyi katonai erő van a fővárosban. Azt tudjuk, hogy 15 ezer fegyvert kiosztottak, de azt is tudjuk, 9000 ember jelenkezett területvédő katonának. De a városharc az egy nagyon nehéz műfaj. Itt mindig be szoktam hozni, és most is meg kell jutni, itt be kell hoznom a pszichológiai tényezőt. Ugye Kijev azért ugye minden orosz városok anyja hősváros. A II. Világháborúban hősváros címet kapott. Egy hónapig tartott, amíg a németek elfoglalták. 19 és 21 között a németek, lengyelek foglalták el ezt a végül vereséget szenvedtek. Ugye ennyireig tartott a háború. Ezt lerombolja Putyin, ezzel azt akarja mondani? Ezzel azt akarom mondani, igen, pontosan, hogy a klasszikusok szerint most Clausewitz, ugye az állam, a hadsereg és a társadalom a 3 fő része, plusz a technológia a hadviselésnek, és ugye a védő oldaláról, most ugye például a Zelenszkij ukránok nagyon hősesen viselkedik, ugye a másik nap egyrészt nem menekült el, pedig fogódnak ajánlva, hogy menjen el, és akkor csináljon egy ilyen emigráns kormányt, nem ment el. Másodszor az orosz párti politikusok is fegyverrel élén a főpolgármesterrel harcolnak, és harmadszor pedig egyre több hősies példa van. És ez a hétvége, ez a szombat-vasárnap, ami tulajdonképpen hadműveleti szünet volt, talán délen voltak harcok, az annyi emberi hősies cselekedet hozott elő, hogy egyébként ez az ukrán ellenállási, hazafias kedv, öntudat, tulajdonképpen életre kelt, és ugye minden nappal ez lehet erősebb. És nagyon fontos, amit el is hangzott, ugye pszichológiai hadviselésnél, a katonai műveleteknél első mindig a katonai erőtámadás, utána az erőforrások, és harmadik a lakosság. És ugye itt ugye ez egy nagy veszély, hogyha villanyt elzárják, nem lesz ellátás, stb. Ugye ez milyen hatással a lakosságra, illetve milyen
befolyást fog gyakorolni az ukrán kormánypolitikájára. És akkor emberáldozatokkal jelölt? A város az a legszörnyűbb hadtevékenységi forma, tehát még a katonai elmélet szerint is hatalmas pusztítással jár. De hát azért tudjuk nem egészen, ugye még a múlt század végén a csecsen háború, a három csecsen háború, ugye a Groznyit is teljesen szétverték, szétlőtték. De ugye nem tudjuk mennyien vannak benne, tudjuk már 600 ezer ember kimenekült, de hát azért azt jelenti, hogy milliós nagyságrend a fölött van. Magyarország nem küld fegyvereket Ukrajnába, és a területünkön sem mehet át fegyver. Eddig mi nem tudunk róla, hogy érkezett-e ilyen kérés. Én azt mondta a 24.hu-nak korábban, hogy érkezhetnek majd lövész vagy egyéb csapat igények is, amelyek elől nehéz lesz a magyar kormánynak kitérni. Akkor muszáj lesz? Nem tud ki, tehát van olyan pont, ahol nem tud kitérni a kormány? Ugye a 24.hu interjúban a NATO reagálerők működésének a kérdésére beszéltünk. Ugye ugye nagyon sok tabu dölt meg, olyan gyors döntések vannak most nyugati oldalon. Az Európai Unióban gondoljunk csak itt például a SWIFT rendszerre, hogy nem, két nap múlva igen, vagy majdnem. A NATO-ba hát gyakorlatilag egy rövid egynapos előkészítéssel egy rendkívüli csúcstalálkozón döntöttek a NATO reagálók bevetésére, ami nem volt egyébként még a hidegháború után. Ugye ez egy 40 ezer fős erő, és ebből az első lépcső dandár, vagy ez az előletolt dandár, az 2-7 nap. Tehát villámgyorsak. Na most a NATO az erősíti a keleti úgynevezett frontországokat. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ha vegyük ezt a Lange egy dandárt, ami első alkalom elsőként megy be a teletekre, hogy ők Ukrajnában mennek harcolni. Nem, ők ugye most éppen a franciák adják az alapot a szárazföldi dandárnak, ment 500 katona Franciaországba, Romániába, 300 ment Észországba, tehát részeiket megerősítik a védelmet. Ja, tehát erre gondolt, hogy leérkezhet olyan kérés, hogy majd ide. Mert az volt a kérdés, hogy magyarok részt vesznek a NATO műveletben, részt vehetnek. Világos. Ma délután egy konferencián szólalt fel az ukrán nagykövet, üzent, hát tulajdonképpen a kormányfőnök is üzent, sírva. Azt mondja, hogy stratégiai nyugalmatok csak a sírban lesz, ti lesztek a következők, Putyin nem fog megállni, fontosabb-e a rezsicsökkentés, mint az emberek élete, és azt mondta, hogy a nyugati és a magyar kormány még nagyobb támogatása azért kulcsfontosságú, mert hogyha Putyin legyőzi Ukrajnát, akkor utána megy tovább, vissza akarja állítani a szovjet érdekszférát, ti lesztek a következők. Ezt mondja az ukrán nagykövet. Hát, drámai konferencia volt, mert én is ott voltam, drámai, de mondjuk kezdem a végén, én nem hiszek abban, hogy Putyin tovább megy. Tehát azért a hadászati egyensúly, Európában 1,2 millió katona, plusz másfél millió amerikai, és az oroszoknak van 900 ezer. Azt gondolta volna, hogy lerohanja így Ukrajnát? Azt nem, én ugye általában optimista biztonságpolitikus vagyok. Én azt gondoltam, hogy a grúz modellt választja, ami azt jelenti, hogy ugye keddig a két szakadár népköztársaságot elismertette, aláírt az együttműködési barátsági kölcsönös segélynyújtási szerződést, és utána katonailag megerősítés, attól kezdve kiszakítja gyakorlat Ukrajnából a két területet. De ugye itt rengeteg probléma van, de az igazi probléma az, hogy közben az étvágy nőtt. Tehát ugye most ott tartunk, hogy az Azovi tengert szárazföldi területeket elfoglalták, tehát szárazföld összeköttetés van Luhanszktól és a Donyeci köztársaságtól. Most ugye elindulnak a Odessa, tehát nyugat fele a támadások, illetve az előkészületek az ostromra, és eljuthatnak ugye a katonai, az ukrán, de akár az orosz elemzések szerint is 2-3 nap alatt eljuthatnak a moldáv határhoz, és akkor tudja egyesíteni a Nyeszter menti köztársaság, ami szintén orosz kézben van, tehát a Nyeszternek a keleti részén ez 92-től ott van egy ilyen befogyott konfliktus. És gyakorlatilag a déli terület az övé. És akkor a következő lépés, hogy még ugye két nap én is azt gondoltam, hogy a kelet, tehát a Nyeszter bal, mert volt ilyen az új Oroszország a 18. századtól, ugye ezzel megelégszik, de most már az látszik, és ez ugye a Macron elnökkel való beszélgetés után, a Macron nyilatkozatból, meg az ő beszédéből, amit tartott, hogy ezzel nem elégszik meg, tehát tulajdonképpen most kérdezik. Nem biztató, amit mond, ahhoz képest, ahogy kezdte, mert ugye azt mondta, hogy nem hiszi, hogy tovább menne. Jó, de még egyszer mondom, ez a háború köde, tehát ez egy törvényszerűség, ezzel nem lehet mit csinálni, de azt akartam végül is kihozni vele, hogy most úgy látom, hogy az egész cél a Ukrajnának a térdekényszerítés. Utolsó dolog, csak nagyon röviden, Orbán Viktor ma azt mondta a rádió interjújában, hogy aki azt gondolja, hogy a NATO megvéd minket, vagy aki így gondolja, az téved.
Ön hogy értékeli ezt a mondatot a magyar? Ezt mondjuk nem hallottam, de amikor volt az első határmenti szemléje, akkor azt nyilatkozta, hogy a határt a magyar honvédség és a NATO-nak közösen kell megvédeni, ami abszolút egyetértek. Ugye a NATO-nak vannak ilyen reagáló tervei, hogyha Magyarországot veszélyfenyegetni és az összes frontországot, akkor hoznak be NATO erőket, és közösen van tervezve az ország védelme. Tehát szerintem ez a helyes álláspont. Köszönöm szépen, hogy itt van. Én is köszönöm.